Mint Hornok Jenő fogalmazott, a kamara kezdeményezése vármegyei szinten egyedülálló. A potenciális fejlesztési területek adatbázisa vállalkozásoknak nyújt segítséget. A munka az tavaly év végén kezdődött, amikor az önkormányzatokat megkerestük e-mail formájában, és ismertettük azt az elképzelésünket, hogy szeretnénk egy olyan információs adatbázist létrehozni, ami önkormányzati tulajdonú területeket tartalmaz majd. Ezek az önkormányzati tulajdonú területek, ezek megvásárolható vagy bérelhető területek, és gyakorlatilag az a célunk azzal, illetve ezzel az adatbázissal, hogy összekapcsoljuk a vállalkozói igényeket a lehetőségekkel, tehát előmozdítsuk azt, hogy adott vállalkozás adott térségben letelepülni tudjon, vállalkozási tevékenységet indítson. Gyakorlatilag ez az adatbázis a kamara honlapján, a www.tmkik.hu oldalon érhető el, gyakorlatilag a fő oldalról, és kvázi egy menüpont megjelölésével elérhető az adatbázis, itt a szűrési feltételekbe ki tudja választani a települést, és ugye gyakorlatilag ez a leghatékonyabb módja, azt gondolom, hogy elinduljon a keresésben, településre szűrve, aztán az adatbázis ugye kidobja azokat a lehetőségeket, ami ott az adott város vagy település környezetében jelenleg rendelkezésre áll, és olyan szűrési feltételek mellett, mint például területnagyság, megközelíthetőség, felépítmény, a telek nagysága, az adott felépítménynek a típusa, állaga, tehát egy csomó minden olyan információt tartalmaz, ami eldönteti, vagy segíti a döntést, hogy az adott terület alkalmas-e számára, avagy sem. Az adatbázisban az önkormányzatok elérhetőségei is megtalálhatóak. A fejlesztésünk következő lépcsőfok egyébként, hogyha kicsit előrébb mehetnék az időben, akkor ezt megtenném. Ipari parkok, illetve szabadvállalkozási zónákat is szeretnénk ebbe az adatbázisba beemelni, és nagyon távlati elképzelésként adott esetben a magánszektor, tehát céges ingatlanok, szintén eladási vagy bérleti szándékkal történő forgalmazását is szeretnénk megtámogatni ezzel, segítve tényleg az, hogy minél több vállalkozás, akár a megyében működő vállalkozás, vagy a megyében, vagy vármegyében letelepülni szándékozó vállalkozás megtalálja a számára a leginkább alkalmas ingatlant. Azt gondolom, hogy hiánypótló segítség, nem kell bújni az ingatlan hirdetéseket. Nyilván egyébként azt gondolom, hogy ha egy vállalkozási szándékkal, letelepedési szándékkal területet keres, az első körben az önkormányzatokat keresi meg, gyakorlatilag most ez itt egy helyen megtalálható. Ennek az adatbázisnak a sémájára a közeljövőben elkészül egy hiteladatbank is, egy hiteladatbázis, itt is vállalkozói, és kihangsúlyoznám, vállalkozói hiteleket szeretnénk majd egy helyre koncentrálni, hasonlóképpen egyszerű szűrési feltételek mellett szeretnénk segíteni a vállalkozásokat a forráshoz jutáshoz. A vállalkozás és térségfejlesztési programot a Nemzetgazdasági Minisztérium a VF445-2023 TMKIK azonosító számú projekt keretében támogatja.